Dr. Mikó Éva vagyok. 2001-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának általános orvos szakán. Azóta is az Orvosi Mikrobiológia és Immunitástani Intézet oktatója és kutatóorvosa vagyok egyetemi docensi munkakörben. Jó napot kívánok! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, és sok szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot és a nézőket. Az alapvető kérdés, hogy az emberi bélflóra barát vagy ellenség, nagyon remélem, hogy az előadás végén majd erre is választ tudok adni. Mielőtt a bélflórára rátérnénk, azért fontos nagyon egy pár fogalmat tisztázni és egy pár definíciót megejteni. Van az a fogalom, hogy mikrobiom, és ezt gyakorlatilag a szakmabeliek is sokszor összekeverik. A mikrobiom nevezetű elnevezés az a bennünk élő mikroorganizmusok genetikai állományát jelenti, tehát gyakorlatilag nem az élő sejteket, hanem a bennük lévő DNS-t vagy az RNS-t, attól függően, hogy milyen genetikai állománnyal rendelkeznek. Maga a mikrobióta elnevezés jelenti magukat a mikroorganizmusokat, ilyenkor ugye ezek lehetnek sejtes szerveződések, de nem minden esetben hívjuk őket sejtnek, például a vírusok esetében nem mondhatjuk el ezt, a vírusok igazából sejten belüli paraziták, önálló szaporodásra képtelenek, és nem mutatnak sejtes szerveződést. Amikor az emberi flóráról beszélünk, akkor általában szeretünk mindig a baktériumokra hivatkozni, mert őket ismerjük a legjobban, de magában az emberi flórában megtaláljuk az archaeákat, ezeket az úgynevezett ősbaktériumokat, amikről nagyon-nagyon keveset tudunk. Ott vannak a baktériumok mellett, a jól ismert csoportjuk mellett a vírusok, ami egy szintén érdekes kutatási terület, de vannak egyébként saját parazitáink is, nagyon kicsi számban, és ott vannak például a gombák is, mint például a kandida. Ugye a média által nagyon felkapott téma, de a kandida gombák azok a természetes flóránk része. Ha megnézzük a humán flórát, akkor gyakorlatilag megtalálható a bőr felszínen, tehát van egy egészséges bőrflóránk. Érdekes módon a legtöbb baktérium nem a bőr felszínénél, hanem a verejték és egyéb mirigyeknek a kivezető csatornáiban találhatóak. És van egy egészséges szájüregi flóránk, ami gyakorlatilag az emésztőrendszeri flórának a kezdete, gyakran össze is mossuk ezt a bélflórával. Van az urogenitális traktusban is igazából egy bélflóra, különösen ugye nőkben a hüvei flórát szoktuk itt emlegetni, és akkor van az emésztőrendszeri flóra, amit ugye bélflórának hívunk. Hogy mivel is áll ez a bélflóra, illetve maga a flóra, indult egy úgynevezett humán mikrobiom projekt 2008-ban, és lezárult 2017-ben. Ennek az volt a célja, hogy most állnak rendelkezésünkre olyan nagyon modern molekulárbiológiai technikák, amivel ezeket a baktériumokat vizsgálni tudjuk, és ki is tudjuk mutatni. Ugyanis a hagyományos mikrobiológiának az az alapvető módszere, hogyha van egy mintánk, amiben meg szeretnénk nézni, hogy vannak-e baktériumok, például egy húgyúti fertőzésben szenvedő betegtől kapunk vizeletmintát, akkor mi megpróbáljuk ebből a vizeletmintából kitenyészteni a baktériumot. Az azt jelenti, hogy egy táptalajon úgy felnöveszteni, hogy makroszkóposan lássuk, és hogyha látjuk makroszkóposan, akkor további módszerek segítségével identifikáljuk, és adunk egy nevet ennek a baktériumnak. Na most a flóra jellemzői közé tartozik az, hogy a nagyon-nagyon nagy hányada nem tenyészhető hagyományos móddal, ezért kellett ilyen sokáig várni arra, hogy egy komplex képet kapjunk arról, hogy miből is áll a flóránk. Ebben a projektnek a keretében nem az élő mikroorganizmusokkal dolgoztak, hanem a bélflórában is a genetikai állományukat mutatták ki, hasonlították össze, és így térképezték föl. A bennünk élő flóra tagoknak az együttélés formái kétfajta, igazából ugye ez nem koincidencia, nem véletlenül vannak bennünk a baktériumok, és mi nem véletlenül élünk együtt a baktériumokkal. Általában kétfajta viszonyon alapul, az egyik a szimbiózis, ami azt jelenti, hogy mind a két fél számára előnyös ez az együttélés, tehát az ember számára is, illetve a baktériumok és egyéb mikroorganizmusok számára. A kommenzalizmus az egy picit egyoldalú, az egyik fél számára közömbös az együttélés, a másik fél számára viszont hasznos. Ez gyakorlatilag baktérium függő, az egyikkel nagyon jól tudunk együtt élni, és szeretünk együtt élni, a másiknál gyakorlatilag számunkra akár mindegy is lehet, viszont a baktériumnak fontos, hogy együtt éljen velünk. Az összetételnél van egy fogalom, az eubiózis, ami azt jelenti, hogy ez a természetes, egészséges összetétel. Ezt ugye egészséges emberek vizsgálata alapján derítették ki és térképezték föl. És amennyiben az egészséges összetétel megbomlik, akkor beszélünk a diszbiózis fogalmáról. Az, hogy egy diszbiózis ténylegesen betegséget jelent-e, ezt nem lehet egyértelműen megmondani. Vannak olyan emberek, akikben teljesen véletlenül derülnek ki diszbiotikus folyamatok, és gyakorlatilag kiváló egészségnek örvend, viszont van a diszbiózisnak egy olyan foka, ami már valószínűleg betegségben nyilvánul meg.
A flórában még megkülönböztetünk egy úgynevezett rezidens flórát. A rezidens flóra az, ami mindig a mi állandó tagunk, és mindig bennünk él, és nagyon ragaszkodik hozzá, és mi is természetesen ezekhez a baktériumokhoz. A tranziens flóra pedig általában egy lazább kapcsolatot létesít velünk, általában csak egy átmeneti ideig van jelent. És nagyon érdekes ez az új lenyomat mintázat, ahogy mindenkinek ugye van új lenyomat, ami egyedi és beazonosítható. Ugye ez a baktériumokra is és a flórára is igaz, hogy bár az összetétele egészséges viszonyok körül esetében ugye mindenkinek nagyon hasonló a keze, de az egyes pici baktériumoknak az aránya az ugyanolyan egyedi, mint mindenkinél az új lenyomat. A bélflóráról fogunk ezek után beszélni, illetve elsősorban a bélflórában is a baktériumokról, erre fókuszálunk. A bélrendszerünk felülete kb. 30 négyzetméter lenne, hogy ezt kiterítenénk. Ugye sejt szinten is vannak a mikrobolyhok, ez felületnövekedés céljából alakul ki a táplálékfelvétel szempontjából, majd a sejtes rendeződés is egy ilyen bolyhos struktúrát vesz föl, és a kripták és a redők is növelik a felszínt. Ezekben bújnak meg, óriási számokkal lehet itt dobálózni, a 10-14-en csíraszámú baktériumok, amik gyakorlatilag 25 törzset, 2000 nemzetséget és 4000 fajt jelentenek, és ez még ugye ez a szám nem végleges, mert azért még vannak olyan baktériumok, amiről még biztosan tudjuk, hogy nem tudjuk őket és nem ismerjük őket egyelőre. Ez az emberi test legnagyobb sejtpopulációja, szoktak rá úgy is hivatkozni, mint egy emberi szerv. Ha ez egy emberi szerv lenne, akkor a legnagyobb emberi szervünk lenne, nem rendelkezünk olyan emberi szervvel, ami ennyi sejtből állna. Ha az összetételét megnézzük, akkor azt lehet észrevenni, hogy minél inkább távolodunk a szájüregtől, annál több baktérium fordul elő a gyomor és béltraktusban, és bármilyen meglepő, a gyomorban is egy elég nagy számú baktérium populáció él, annak ellenére, hogy köztudott, hogy igencsak savas a környezet a gyomorban. Számos stratégiával rendelkeznek a baktériumok arra, hogy ezt túléljék. A vékony bélben, ahogy haladunk, ugye a patkóbéltől egészen a vékony bél másik szakaszáig, itt is jelentősen nő a baktériumok száma, és a legnagyobb száma az a vastagbélben található, és a legtöbb kutatás is igazából a vastagbél flórára irányul. Ha az összetételt megnézzük, ezek elvileg a törzsek, de ahogy lehet látni, nem is fért föl a 25 törzs erre az ábrára. A leggyakoribb az a firmicutes nevezetű törzs, ez a különböző kék színnel ábrázolódik. A következő az pedig a bacteroidetes törzs, és számos kisebb baktérium törzs található még meg, sokkal előnyészőbb arányban, mint ugye ez a két domináns baktérium törzs, a nevekkel nem is terhelném a hallgatóságot. Érdekes, 2011-ben egy nagyon rangos nemzetközi folyóiratban, a Nature-ben publikáltak egy olyan tanulmányt, miszerint az embereket enterotípusokba lehet sorolni, attól függően, hogy melyik baktériumok dominálnak a bélflórájában. Elsősorban a vastag bélflórát analizálták, ugyanúgy molekulárbiológiai modern technikáktal, és azt találták, hogy ezek az enterotípusok, ezek nemtől, kortól, testsúlytól és nemzetiségtől független jellemzők, és az egyetlen faktor, ami befolyásolja, hogy bennünk éppen melyik baktériumok adják a tipikus mintázatot, az a hosszú távú étkezési szokásoktól függ. Van az úgynevezett bacteroides enterotípus, a bacteroides enterotípus esetében ez a nyugati életformára jellemző, ez a bacteroides, ami a második leggyakoribb törzsnek az aránya kifejezetten magasabb a többi típushoz képest. Ez egy fehérjedús, telített zsírsavakban gazdag táplálkozás. Érdekes módon alacsonyabb a bakteriális diverzitás, mint a többiben, tehát nincsen olyan nagyon széles spektrum a baktériumoknak. Jellemző ezekre az egyénekre az ülő életmód, a csekély mozgás, illetve a székrekedés is, szilárdabb székletek és a hajlamoság a gyulladásos bélbetegségek kifejlődésére. A Prevotella enterotípus az első sorban, hogyha a Nyugat-Európában nézzük, akkor aki nagyon hosszú távon folytatja a vegetáriánus életmódot, ott alakulhat ki, de igazából a fejlődő országok jellemzői Afrikában. Ez egy szénhidrát és rozsdú táplálkozást jelent, mellette nagyon sok zöldséges gyümölcsbevitellel, de elsősorban akkor alakul ki, amikor általában szegényesek a körülmények, és nincsen nagymértékű élelmiszerbevitel. Ennek a jellemzője egy lazább széklet igazából, és érdekes módon a nyugat-európai viszonyok között is megtalálható az elhízás hátterében. Tehát az elhízás hátterében egy másik enterotípust találunk gyakrabban. A ruminococcus pedig az a típus lenne, aki szintén szénhidrát dúsan táplálkozik, de egészen egyoldalúan, hiányoznak a gyümölcsök és hiányoznak a zöldségek. Ugyanakkor már nagyon vitatják, hogy tényleg van-e három enterotípus, és nem igazából csak kettőről beszélhetünk.
Mi a bélflóránk funkciója? Miért is jók nekünk a baktériumok, illetve a baktériumoknak miért vagyunk mi jók? Kezdeném a legfontosabbal az én szempontomból, mert a kutatási területem az immunológia, az immunrendszer fejlődése és erősítése. Gyakorlatilag az immunrendszer azt, hogy valami a miénk és a sajátunk, vagy az, hogy ellenség, például egy baktérium vagy egy vírus, azt a születés előtti utolsó két hónapban és a születés utáni első hónapban tanulja meg. És itt óriási különbség van a genetikai saját, ami ugye mind az enyém, mindent, amit az én DNS-em kódol, az mind az enyém, és az immunológiai saját között. Az immunológiai saját az az, amit az immunrendszerem úgy gondolja, hogy az enyém, és az saját és az idegen, amit az immunrendszer úgy gondolja, nem az enyém, és azt meg kell támadni. Miután az immunrendszer ugye a születés után is még fejlődik és tanul, és a születés után szállnak meg idézőjelben véve minket a baktériumok, ezért a saját flóránk az immunológiai saját lesz. Tehát úgy szoktuk jellemezni, hogy például van a szemlencse fehérjeivel az immunrendszerünk soha az életben nem találkozik, szerencsés esetben, ha nincs egy trauma. Ezért a szemlencse bármennyire is genetikailag a miénk, immunológiailag nem a miénk, ha egy trauma történne, akkor megtámadná az immunrendszer a szemlencse fehérjéket. A baktériumok pontosan, vagy a bélbaktériumok pontosan fordítva vannak, ők genetikailag semmi közünk hozzájuk, viszont immunológiai a sajátunk. Tehát igazából kialakult egy tolerancia a bélbaktériumokkal szemben, ami számunkra nagyon jó. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy ez az állandó jelenlét, ez folyamatosan trenírozza az immunrendszerünket, és egyfolytában csatasorba állítja a sejtjeinket arra, hogy esetleg egyszer, ha fertőzés történik, akkor hamarabb induljon be az aktiváció a kivédésére. Ugye mindenki számára ismert a K-vitamin, akinek van gyermeke, és tudjuk, hogy az anyateljes táplálás mellett azért kell K-vitamint adni a gyerekeknek, mert az anyateljes táplálásnál még nem alakul ki az a klasszikus, felnőttekére hasonlító bélflóra, ami majd nekünk termelni a K-vitamint, mert a K-vitamin ténylegesen a bélbaktériumok termelik. A B12-t is termelik a bélbaktériumok, de ezt elsősorban élelmiszerrel visszük be. Ugyanakkor ez egy érdekes megfigyelés, hogy aki nagyon hosszú távon és nagyon szigorúan vegán életmódot folytat, mert csak állati eredetű termékekben van B12, nem biztos, hogy B12 vitamin hiányban szenved, mert a bélflóra majd át fogja venni a vitamin szintézis helyét. A gyógyszermetabolizmus is érdekes, körülbelül 100 baktériumot azonosítottak már 300-at meghaladó enzim készlettel, amivel le tudják bontani a bennünk lévő gyógyszereket. Tehát a gyógyszermetabolizmus egyébként egy nagyon divatos kutatási téma, pontosan azért, mert egyének között is nagy a variabilitás, hogy valaki gyorsabban bont gyógyszereket, és valaki kevésbé. Ennek van egy genetikai háttere, de úgy néz ki, hogy a baktériumok is befolyásolják, hogy egy gyógyszer milyen gyorsan bontódik le. És van a bélagygát, vagy a bélagytengely. Ebben az esetben a bélben lévő baktériumok mindenfajta szignálokat küldenek az agynak, és befolyásolhatják akár azt is, hogy hogy érezzük magunkat. Ugye ez az angolban ez a gut feeling, vagy Bauchgefühl, a németben ez ténylegesen van, hogy az agyi memóriafunkciókat, az agyi motoros funkciókat és az érzelmi funkciókat is képesek befolyásolni. Ennek egy nagyon szép és okos példáját szeretném elmondani Emődi professzor úr az intézetünkben, a nálunk diplomamunkát író diákokat, akik esetleg a bélflórát választják témának, mindig meg szokta kérdezni, hogy és mit gondol kedves kolléga, amikor én csokoládét szeretnék enni, akkor azt valóban én szeretném enni, vagy a bélbaktériumaink. Tehát tényleg arról beszélünk, hogy a bélbaktériumok befolyásolják nem csak az érzelmeinket, hanem valószínűleg azt is, hogy hogyan választunk táplálékot. Az élelmiszer lebontásban a fő szerep az a vastagbélben azoknak a poliszaharidáknak jut, amit mi nem bontunk le, a baktériumok effektíve és sokkal hatásosabban lebontják az összetettebb szénhidrátokat, az összetettebb cukrokat, és képeznek belőle például rövid szénláncú zsírsavakat. Ezek a rövid szénláncú zsírsavak, ha valaki szereti a kémiát, a butirát, az acetát például, ezek nagyon-nagyon fontosak, úgy gondoljuk, hogy ezek azok a kis molekulák, amik nagyon sok hatást kiváltanak a szervezetünkben, többek között képesek a koleszterin csökkentést is elérni, és a koleszterin szintézist gátolni. A fertőzések elleni védelem az ugye kompetitív mechanizmus, ha már egyszer ott van a bélflóránk, és ott van, telíti a kötési helyeket a nyálkahártyán, és egyéb helyeken is ugye a flóra, akkor a kórokozó nem fog tudni megtapadni, és kivédi a fertőzést. A bélnyálkahártya integritás elősegítése, ugye van egy nyák, egy ilyen mucin fehérjékben, és cukor molekulákkal gazdagon ellátott fehérjékben gazdag nyákrétek, amiben ezek a baktériumok be vannak ágyazva. Ehhez a nyáknak az egészséges barrier funkciójához elengedhetetlen egyrésztől, hogy alul ott legyen a bélnyálkahártya integritása, és fölül ott legyenek rajta a baktériumok.
csontsűrűség szabályozása, beszélhetünk, hogy van bélagytengely, úgy beszélhetünk bélcsonttengelyről is, igazából nem a kálcium háztartáson keresztül, hanem a csontfaló és a csontépítő sejtek befolyásolásán keresztül hat a csontsűrűségre, úgyhogy már próbálkoznak menopauza után jelentkező csontritkulásban különböző pre- és probiotikus kezelésekkel, hogy javítsák a csontsűrűséget. És a zsírraktározás elősegítésében is fontos szerepük van, bár ezzel sokan nem is örülünk, gondolom, de szintén ezek a rövid széláncú zsírsavak fokozzák a zsírraktározást, ez evolúciós szempontból jó nekünk, annak ellenére, hogy nem mindig ténylegesen örülünk neki. A bélfalak kialakulása egy nagyon érdekes történet, ugyanis hivatalosan több évvel ezelőtt is úgy oktattuk, hogy a bélflóra az a születésünk után alakul ki. Amikor megszületünk, akkor jön az első kontakt a környezeti baktériumokból, az édesanyja, az ápoló személyzet, a szülészeten, az újszülött osztályon, stb. Stb. Ma már ez megdőlni látszik, ugyanis kimutatták, hogy egyrészt már arról beszélünk, hogy magában a méhben is van egy saját flóra, ez egy elég meglepő és még számos bizonyítékot igénylő megfigyelés, de az biztos, hogy a terhesség során a magzatvízben megjelenik az anyai szájflóra, tehát az anyai szájbaktériumok már megjelennek, és ezek át tudnak diffundálni, és át tudnak menni a magzatba. Tehát a magzat közel sem születik sterilen, de még mindig a saját flórája még nem alakul ki. Tehát a születéskor lépünk kapcsolatba a baktériumokkal, és ugye itt lehet látni, ez lenne az egészséges, igazából a felnőtthöz hasonló megosztása a különböző baktérium törzseknek, és ahogy lehet látni, hogy ez azért a gyerekkorban erősen változik. Minél inkább idősebb a gyermek, annál inkább nő a bakteriális diverzitás, annál több fajta, féle baktérium faj tapad meg bennünk. És ennek az előadásnak nem lenne semmi értelme, ha nem lennének ennek a flórának eltérései, és igazából nem lennének befolyásoló, bélflóra befolyásoló tényezők. Kezdjük a legfontosabb, az a szülés módjával. Ez nagyon egyszerűen belátható, amennyiben hüvei úton, természetes módon történik a születés, akkor az elsősorban az újszülött az anyai hüvei flórával és a bélbaktériumokkal fog találkozni, és ők fogják kolonizálni, megtelepedni a vastagbélben. Ez egy rendkívül gyors folyamat. Gyakorlatilag az Escherichia coli, ami egy nagyon egyszerű, könnyen tenyészhető baktérium, 2 órával a születés után kimutatható a vastagbélben. Gyakorlatilag el is elképzelhetetlen, hogy tud ilyen gyorsan bejutni. Amennyiben császármetszéssel születik a gyermek, úgy elsősorban először a személyzet és az ellátó közeg bélflóráját fogja megkapni, de természetesen később kapcsolatba kerül a bélflórával is. A következő az anyateljes táplálás. Az anyateljes táplálásnál szinte kizárólag a bifidó és laktobacillusokkal találkozik nagyon sokáig a szervezet. Ennek vannak hátrányai is, úgy, mint ugye hiányzik a vitamin, a K-vitamin, de a számos előnye immunológiailag alátámasztja azt, hogy az anyateljes táplálást támogassuk. Amennyiben tápszeres táplálás történik, úgy sokkal nagyobb diverzitású flóra alakul ki már nagyon korán ezekben a gyerekekben, de ezek természetesen később változhatnak is. Ugyanakkor, ha bármilyen betegséget megnézünk, az szinte biztos, hogy találni fogunk olyan különbségeket az egyének között, akik anyateljel tápláltak, vagy akik tápszerrel tápláltak, mert ez a későbbi összetételt is erősen befolyásolja. Az étkezésről az enterotípusoknál már volt szó, tehát az, hogy milyen ételeket veszünk magunkhoz, az miben gazdag, az általában ugye már az egészséges egyénekben is változatos enterotípusokat tud okozni. Fizikai aktivitás növeli a csíraszámot, sokkal több baktériumunk lesz, és sokkal nagyobb diverzitású, tehát sokkal nagyobb és széles palettájú lesz majd a baktérium. A bélbetegségek, ugye ez teljesen egyértelmű, amennyiben a bélrendszer támadja meg egy betegség, mondjuk nem fertőzéses eredetű, tönkreteszi ezt a barrierfunkciót, és akár az is előfordulhat, mint a gyulladásos bélbetegségek egyik elméleti háttere, aminél a genetikai alapok mellett azt valószínűsíték, hogy azért beszélünkhetünk sajnos egy krónikus gyulladásos bélbetegségről, mert ilyen esetben sérül a bélnyálkahártya integritása, és hirtelen elkezdi az immunrendszerünk a saját flóránkat idegennek felismerni. És miután a bélflórától lehetetlen megszabadulni, ezért ez egy krónikus folyamat lesz, tehát egészen addig, amíg a bélforra a bélrendszerünkben ott van, és nő a bél permeabilitása, mi idegennek fogjuk felismerni, mert nem semmi keresni valója mélyebb szinteken a flórának, csak is a felszínen. Az öregedéssel pedig az összetétel fog megváltozni, előtérbe kerülnek az egyszerűbb bélbaktériumok, azok, amik már tenyészthetők, amiket nem nehéz kimutatni. A gyógyszereknél pedig kihangsúlyoznám ugye az antibiotikumokat, az antibiotikumok
redukálják, kiölik a bélflórát, és ezzel számos káros következményt okozhatnak. Itt az egyik legnagyobb hangsúlyt arra szoktuk fektetni, hogy az a cél, hogy egy gyerek szedjen minél kevesebb antibiotikumot, mire a felnőtt kort megéri, ugyanis a túl korai és túl sok antibiotikum használat számos későbbi betegséggel mutat összefüggést, akár nem csak betegséggel, hanem az elhízással is. Ki lehet mutatni, hogy az elhízott gyerekekben sokkal gyakoribb volt az antibiotikum szedés, mint a normál testsúlyú. A földrajzi elhelyezkedésről már volt szó, ugye a földrajzi elhelyezkedés ugye és a táplálkozási szokások azok nagyban összefüggnek. A diszbiózis az, amikor az egyensúly, az egészséges bélflóra egyensúlya megbomlik, ennek számos folyamata és számos fázisa fordulhat elő. A legegyszerűbb az, amikor a sűrűség változik meg, tehát egyszerűen csak kevesebb baktérium fordul elő, ez szinte mindig megfigyelhető antibiotikus kezelés után, hogy csökken a bélflórában a baktériumok száma. A következő fázis az, amikor a csökkent baktérium szám mellett megjelennek, ezek nem idegen baktériumok, ők is a saját baktériumaink, csak eddig kisebb számban voltak, tehát megváltozik az összetétel, megváltozik az arány. És amikor ezek a baktériumok elkezdenek szaporodni, képesek lesznek a normál flórának a domináns tagjait elnyomni, felszaporodik, lesz egy olyan diverzitás, egy olyan sokszínűség, ami más volt arányaiban, még az egészséges összetételnél, megjelennek olyan baktériumok, amik gyakorlatilag nem is biztos, hogy a régi a flóránk része volt, és az utolsó fázisban gyakorlatilag akár el is tűnnek a domináns baktériumok. Azt szoktuk mondani igazából, hogy ez egy folyamat, tehát nem lehet mindig 1-es, 2-es, 3-as és 4-es fázisról beszélni. Általában a 2-es fázis és az 1-es és a 2-es fázis az nem jelent betegséget, de valószínűleg az ilyen súlyos fokú egyensúly megbomlás az már biztosan klinikai tünetekben is megnyilvánul. És itt érnék vissza ugye a címre az előadásnak, hogy barát vagy ellenség. Igazából itt arról van szó, hogy a barátból lesz ellenség. Tehát egy bizonyos szintig barát, és bizonyos körülmények között a saját flóránk, ezzel a megváltozott diverzitással, sűrűséggel, összetétellel és funkcionálással az ellenségünké fog válni, és betegségekhez vezet. Diszbiózissal összefüggő kórképekről beszélhetünk, rengetegről, tehát ma már gyakorlatilag talán nincs is olyan megbetegedés, aminél ne vizsgálták volna már a bélflóra összetételét. Vannak béleredetű megbetegedések, gyulladásos bélbetegség, ez a kolitis ulceróza, a Crohn, ez tipikusan a nyugati életmód hozadéka, a vastagbélrák, a felszívódási zavarok, az irritábilis bélszindróma, vagy a Clostridium difficile fertőzés, amiről mindjárt rátérek. A nem béleredetű megbetegedéseknél, mert említettem a túlsúlyt, az inzulinrezisztenciát, például megváltozott bélflórával befolyásolható olyan szinten, hogy akár a beteg bizonyos gyógyszeres kezelést is elhagyhat, erre például pécsi példa is van. A rossz indulatú daganatok, az allergiás megbetegedések, az autoimmun kórképek, és igen, az ideggyógyászati és pszichiátriai kórképek. És itt a legérdekesebb és a legintenzívebb kutatások az elsősorban a Parkinson, az Alzheimer kór hátterében megbomlott bélflóra egyensúlyt vizsgálja, illetve az autizmus. Tehát autisztikus gyerekeknél is kimutatták a bélflóra működési zavarát és az eltérő összetételét, és itt is vannak már terápiás törekvések, hogy a bélflórát célozzuk, és igazából a szociális viselkedésüket szeretnénk javítani. A terápiás lehetőségek között az elsők a prebiotikumok, igazából ez egy nagyon egyszerű a Wikipédiából kimásolt definíció. Prebiotikumok igazából a baktériumok tápanyagai, méghozzá olyan tápanyagai, amik szelektíven szinte a baktériumokra hatnak, mert csak ők tudják megemészteni, és ezektől a prebiotikumoktól azt reméljük, hogyha az ember ezeket a prebiotikumokat beveszi, akkor felszaporítja a bélflóráját, és esetleg a valamiért elnyomásban élő régi jó bélflóra fel tud szaporodni, tehát igazából serkentik a jó baktériumok szaporodását. A jó baktériumokat hívjuk probiotikumoknak, ezek fruktánok, galaktánok, a pektin, bétaglükán elsősorban, de az élelmi rostok is igazából prebiotikumnak számíthatnak. A másik típusa pedig a probiotikumok. A probiotikumok azok már az élő baktériumokat tartalmazzák, ezek olyan táplálékkiegészítők elsősorban, amik ezek a jótékony flóra baktériumokat juttatják be a szervezetbe. Az összes probiotikum közül egyetlen egynek van gyógyszerminősítése, a többi mind táplálékkiegészítő. Az egyik legnagyobb probléma a probiotikummal, hogy valószínűleg ezek, amik igazából csak pár baktérium, nem biztos, hogy ezek az egész flórát helyre tudják állítani, és valószínűleg csak egy tranziens hatást, egy átmeneti hatást fognak bennünk elérni.
A másik nagy probléma, hogy antibiotikum adása mellé szokták. Ja, ezt minden reklámban halljuk, hogyha szed antibiotikumot, fogyasszon mellé probiotikát. Igen ám, de amennyiben mi majd baktériumokat veszünk be, az antibiotikum ezeket a baktériumokat is ugyanúgy el fogja pusztítani, mint azt a baktériumot, ami ellen az antibiotikumot szedjük. A pre- és a probiotikumok kombinációja a szimbiotikumok. Igazából a legnagyobb probléma az, hogy hiányoznak tényleges, nagy populáción elvégzett klinikai vizsgálatok az ahhoz, hogy egyértelműen megalapítsuk, hogy ezek hasznosak, melyik betegségekben hasznosak. Az egyetlen egy általánosan elfogadott indikáció azok a hasmenéses betegségek, ott szokták ajánlani a elsősorban a probiotikumok alkalmazását, de minden egyéb betegségben ez nincsen kimutatható szignifikáns hatása. Leginkább azt szoktuk rá mondani, hogy be lehet venni, mert ártani nem árt, használni meg nem biztos, hogy használ. Sajnos még ezen a szinten vannak ezek a készítmények. És akkor van egy nagyon különleges terápiás lehetőség az utolsó percekre, ez a székláttranszplantáció. Széles média jelenléte van, úgyhogy valószínűleg már többen találkoztak ezzel a fogalommal. A székláttranszplantáció során egészséges ember székletéből készítenek egy székletszűrőtet, és juttatják be a beteg ember emésztő rendszerébe, azt remélve, hogy az egészséges ember egészséges bélflórája megtapad, és elnyomja, és kiírtja a beteg bélflórát. Igazából ez egy kétségbeesés miatt történt, és kapta fel újra az orvos tudomány ezt a terápiás lehetőséget. Azt ugye mindenki ismeri, amikor otthon a házi állatok, a tyúkok és a kutyák gyakorlatilag székletet esznek. Ez valószínűleg azért történik, mert nem a benne lévő még maradék tápanyagokat szeretnék magukba juttatni, hanem a benne élő baktériumokat szeretnék ugye megenni. Ismert egyébként már a kínai orvoslásban is, az időszámításunk előtti 4. évszázadban ez egy sárga leves volt, tehát egy meglehetősen gusztustalan terápia volt, de tudták, ezt csecsemők székletéből állították elő ezt a leves szűrletet, ezt meg kellett inni olyan betegeknek, ahol gyanították, hogy ételmérgezésről van szó. Ugye akkor még fogalmunk nem volt arról, hogy léteznek baktériumok vagy kórokozók, de volt egy tapasztalati úton vagy megfigyelés, hogy működik ez a rendszer. Az egyetlen egy hivatalos indikációja 1958 óta és a mai világunkban az egy bizonyos fertőzés, és ebben a bizonyos fertőzésben egy antibiotikum használat mellett elszaporodik egy baktérium. És ezt a Clostridium difficile fertőzést annyira nehezen lehet kezelni, hogy vissza kellett nyúlni ehhez az ősi módszerhez, és ez az ősi módszerrel alakult ki a széklettranszplantáció. A donorok lehetnek rokonok vagy anonimek, sokkal szigorúbban ellenőrzik őket, mint a vérdonorokat, akik véradók. A mintát elő kell készíteni, egy nagyon egyszerű mechanikus botmixeres, szűréses protokollal, vagy széklet szűrőtet alkalmazunk, vagy egy kapszulás eljárást, Pécsen most már kapszulás eljárással működik. A bejuttatás módjai lehet beöntéssel, a probléma az, hogy túl rövid szakaszig tudjuk eljutatni ugye a vastagbél alsó szakaszában. Lehet kolonoszkóppal vastagbéltükrözéssel, itt az egész vastagbélre be tudjuk juttatni, és gyomorszondán keresztül is, ilyenkor ugye a gyomor keresztül a savas közeget meg kell szüntetni. Nagyon nagy sikere van ebben a fertőzésben, amit említettem, nagyon gyakori a visszaesés, és ilyenkor az antibiotikumok nem használnak, és ez tényleg egy kétségbeesésből adódott ez a terápia, és 95%-os sikert lehet elérni, nincs olyan gyógyszer, amivel ezt gyakorlatilag felmutathatjuk, csak a székletet, mint olyat nagyon nehéz gyógyszerként elismerni, és gyógyszerként standardizálni. A mellékhatásokról történtek már halálesetek általában a technika miatt, tehát bélperforációval, vagy akár antibiotikumrezisztens baktériumokat vittek át, és halálos fertőzést okozott, de maga a széklettranszplantáció egyébként kevés mellékhatást, ha jól csinálják, akkor kevés mellékhatást mutat föl. És ez az utolsó diám, amit szeretném megmutatni, ez Amerikában működik, ott már vannak székletbankok, fizetnek donoroknak székletmintáért, tehát vannak bejáratott donorok, lefagyasztják ezeket a mintákat, és ez az anonim donáció lehetősége, Írországba szállítanak Európán, és ami igazából a jövő és a legnagyobb üzlet az az, hogy majd mindenki a jövőben valószínűleg lefagyaszthatja a saját székletét, úgy, ha soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, és hogyha kell, akkor ugye újra elő lehet venni, és akkor mindenki a saját székletét kapja meg. Köszönöm szépen a figyelmet!